Hivatásomhoz méltóan élek. Az oklevelek készhez vétele előtti utolsó pillanatok türelmetlenül mormolják az esküszövegét a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán végzett hallgatók. 177 sikeres záróvizsgát tett egyetemi polgár közül 149-en vették át ünnepélyes keretek között a több éves munka gyümölcsét jelentő papírt a Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kar diplomaátadó rendezvényén. 13 különböző szakon adtak át okleveleket, legnagyobb arányban az alsófokú pedagógus képzésben résztvevők számára, óvó, tanító, valamint csecsemő és kisgyermeknevelő szakokon összesen 123-an diplomáztak idén. Ez a szám egy nemrégiben megjelent nemzetközi felmérés szempontjából is fontos lehet, mely szerint jelentősen öregszik a pedagógus társadalom a térségben, hazánkban az átlag életkor meghaladja a 47 évet. A szekszárdi képzőhely esetében azonban elmondható, hogy nagyságrendileg idén is annyian végeztek ezeken a szakokon, mint az elmúlt években. A szakemberek szerint ugyanakkor fontos reagálni a statisztikákra. Ha van kiemelt küldetése ennek a karnak, akkor pontosan az, hogy a pedagógusi pályát, ahol csak lehet, népszerűsítse, elfogadtassa a fiatalokkal, befogadtassa ezt a hivatást. Mindannyian tudjuk, hogy komoly pedagógus hiány van, nem csak a térségben, nem csak a régióban, általában véve nálunk, magyar nyelvterületen, és ezt a pedagógus hiányt csak úgy tudjuk orvosolni, hogyha a pedagógus képző intézmények megfelelő marketinggel, megfelelő tájékoztatással, megfelelő háttérprogramokkal ismertetik meg egyfelől ezeket a képzéseket, a képzésekben rejlő lehetőségeket, azok értékeit, másfelől pedig próbálnak maguk is megjelenni középfokú intézményekben, hogy hirdessék ennek a pályának minden csodáját és előnyét. A karunk ezekkel a lehetőségekkel élni kíván a jövőben is. Próbáljuk minél nagyobb körökben, minél több régióban, minél több térségben megismertetni programjainkat, képzési programjainkat, valamilyen formán megértetni az emberekkel, hogy miért is lettünk mi az elmúlt évben a második legjobb pedagógus képző intézmény, mi az, amit hozzá tudunk adni egy hagyományos pedagógus képzéshez, milyen töbletet kínálunk, mit jelent nálunk az egyetemi lét, és milyen tudással bocsátjuk ki az egyetem falai közül a jövő pedagógusait. Az intézmény vezetője hozzátette, a diplomával komoly felelősség is jár, hiszen innentől kritikusan és kreatívan gondolkodó értelmiségiként kell megállniuk a helyüket a végzetteknek, főként a jövő nemzedékét nevelőknek, tanítóknak. A jövő generációjának tulajdonképpen a sorsa az rajtunk múlik, a tanítókon, és hogyha valaki tehet azért, hogy ez a generáció ez ne butuljon el, és az informatikai kütyük áldozatává váljunk, akkor azok mi vagyunk. Mi vagyunk azok, akik meg tudjuk nekik tanítani, hogy hogyan és miként lehet ezeket az eszközöket helyesen kezelni. Úgy gondolom, hogy itt a Pécsi Tudományegyetem KPVK karán az egyik legjobb ez a tanítóképzés, hiszen nagyon gyakorlatorientált, kezdetben csak hospitálunk, majd később egy-egy tanórákat, majd egy hetet, két hetet, és végül a 8 hetes gyakorlatot kint töltjük gyerekek között, tehát megtapasztalhatjuk nem csak mint egy díszfal mögött ülve, hanem bent a teremben is, hogy milyen tanítani, hogy reagálnak a gyerekek, hogy a gyerekek tényleg élőlények, és hogy mindenre fel kell készülni, amire lehetetlen felkészülni. De hát az alternatívákat az be kell tárazni, és az elméleti képzés során mi ezekre az alternatívákra kaptunk tulajdonképpen a kurzusokon módszereket, ötleteket. Ahhoz, hogy a hallgatóknak átadott módszerek igazodjanak a következő generációk tanulási formáihoz, az oktatóknak is naprakész tudással kell rendelkezniük, reagálniuk kell a változásokra. Úgy gondoljuk többen, és erre mutatnak a pedagógiai kutatások is, hogy a gyerekek ma már nem elégednek meg azzal a tudással, módszertannal, pedagógiai szervezéssel, amellyel a korábbi korosztályok, hogyha a generációs besorolást nézzük, akkor ugye most már a legújabb, az alfa generáció is már óvodás, sőt az első iskolai éveiket végzik. Itt már nem lehet a régi módon tanítani, nevelni őket, ezért törekszünk mi magunk is megújulni, módszertani és egyéb tudományos képzéseken részt venni. Mi magunknak is szervezünk különböző képzéseket, továbbképzéseket, és a kollégáknak is.
A vezetők szerint a folyamatos megújulás ugyanakkor nem csak a pedagógus képzésben, de az intézmények egész képzési portfóliója szempontjából is nagyon fontos. Ezért is bővítik folyamatosan a kínálatot. Nagyon nagy a skála, nagyon sok elemű a képzési portfólió, és hát a jövőben gyarapítani kívánjuk mindenképpen ezt a képzési kínálatot új elemekkel, új alapmesterképzésekkel, továbbképzési elemekkel. Főleg olyan új mesterképzésekben gondolkodunk, amelyek a meglévő alapképzési kínálatra épülnek. Csak egyet hadd emeljek ki, ezek közül várhatóan el tudjuk indítani a gyermekkultúra mesterképzésünket, amely tökéletesen épít az alsófokú pedagógus képzés, alapképzés anyagára, és hát nyilvánvalóan azokra a hallgatókra, akik ezekből az alapképzésekből kikerülnek. Én ebben látom a jövőt, ebben látom ennek a karnak a lehetőségeit. Ha tudjuk bővíteni, nyilvánvalóan a mindenkori igényekre hangoltan a képzési kínálatunkat a legkülönbözőbb területek felé, ennek a karnak tényleg nagyon gazdag a tematikai profilja, akkor fennmaradunk a versenyben. Akkor Tolna megye egyetlen felsőfokú intézménye, ez a kar, nyugodtan mondhatjuk, hogy életképes programmal várja az újabb kihívásokat. És én nagyon remélem, hogy meg tudunk felelni ezeknek az elvárásoknak. A diplomátadó ünnepségen bejelentettek kari kinevezéseket, elismerték a kiváló oktatókat és a kimagasló teljesítménynyújtó végzős diákokat, illetve nyugdíjba vonuló munkatársakat is elbúcsúztattak, valamint jubileumi díszokleveleket és pedagógus szolgálati emlékérmeket is átadtak.